A sportcsarnokban kialakított ügyességi pályákon végeztek feladatokat óvodások a Bozsik program Grassroots Fesztiválján. Az ilyen események fő célja az, hogy már fiatalkorban megszerettessék a gyerekekkel a mozgást, ugyanakkor a képességeiket is fejleszik. Gyulán az Ovi foci program 12 éve indult. A kezdettől fogva azon dolgoztunk, hogy a megfelelő szakembereket tudjuk biztosítani, hiszen a folyamatos utánpótlás képzés számára elengedhetetlen, hogy a napi ritmussal és a napi feltételrendszernek megfelelően igazítsuk az edzésprogramokat, és természetesen a szakmai felkészültség is rendkívül fontos az edző kollégák számára, hogy a napi ismereteket elsajátítsák. Ez egy nagyon hosszú folyamat, egy nagyon komoly építkezés történt, egészen most is napjainkig tart ez a folyamat. 3 évvel ezelőtt a Magyar Labdarúgó Szövetség 3 körzetközpontot alakított ki Békés vármegyében. Az utánpótlásbázis mélységét, mennyiségét és minőségét szigorú feltételrendszer alapján kell szűrni, mérni és fejleszteni. Az egyik körzetközpont a Gyula Sport Nonprofit Kft. Hozzánk tartozó 17 óvodában heti egy alkalommal a Gyula Sport és a kistérségbe tartozó egyesületek edzői foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, és évente 4 alkalommal pedig egy ilyen közös fesztiválon vesznek részt. Ez most itt az Ovis téli fesztivált, amit láthatunk. Egy csapat dolgozik ebben a programban, ahogy mondtam, a Gyula Sport és a kistérségbe tartozó edzők. Az óvodák mellett az iskolákat is megmozgatjuk, ők már tavasz ősszel 2 ilyen programon vettek részt. Már az óvodai rendszerben megteremtik azokat az alapokat, melyek később a labdarúgó utánpótlás számára szükséges. Nagyon fontosnak tartjuk a labdarúgásba, hogy többféle mozgásmintával rendelkezzenek a gyerekek, és azért is, mint lehet látni, mind a 3 állomáson van többféle mozgás, de mindenhol ott van a labda. És úgy gondoljuk, hogy nem csak a labdarúgásban, de minden sportágban nagyon fontos ez a sokrétű mozgásminta, mert a gyerekek a jövőben sokkal könnyebben tanulják meg azokat a technikai feladatokat, amire majd későbbiekben szükségük lesz. Tehát azért nem is futballspecifikus még itt a képzés nálunk. A szerdai Grassroots Fesztiválon összesen 140 óvodás vett részt.